reggeli személy. A reggeli személy pedig Harangi Szabolcs, az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézet igazgatója, a vulkanológiai kutatócsoportjának vezetője. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Szép napot kívánok. Végre emberek fellélegezhetnek a politikától. Eltávolodtunk, most egy nyugalmas egy óra következik, ami a katasztrófákra fog szólni, de hogy, és Izland kapcsán vagyunk itt, ugye furcsa módon elég sok ismerősem ér Izlandon, valahogy elég sok magyar keveredett oda, akik hát azért rá tudtak csodálkozni erre a világra, azért az egy másik bolygó. Ön is járt már, ha jól tudom, ott az tényleg olyan, mintha elmentünk volna valahova. Hát nagyon más. Ott azt gondolom, hogy az ember megérzi azt, hogy a természettel együtt tud élni, és valahol nagyon szép. Tehát én meg tudom érteni, hogy nagyon sokan, valóban nagyon sok magyar lakik Izlandon, amikor egy vulkánkitörés zajlik, akár most éppen Izlandon, de ugyanez volt 2021-ben, amikor a Kanári-szigeteken a La Palma kitörés zajlott, akkor is kiderült, hogy nagyon sok magyar él Kanári-szigeteken, nagyon sok magyar él Izlandon is, és hát van érdeklődés arra, hogy a Tűzszányok blogon mi folyamatosan adjuk a híreket, és ezt úgy tűnik, hogy azért örömmel veszik. Tényleg egy fantasztikus hely, ha úgy tetszik, ahol a földnek a dinamizmusa, az élete, az tapintható. Ugye Izland az a jég országa, ez a neve, hogy Iceland, de lehetne azt mondani, hogy Fireland, tehát a tűz országa is, hiszen itt a vulkáni működés az nagyon hozzátartozik az emberi élethez. Ugye itt a törésvonalak szoktak szóba kerülni, vannak aktívabb országok, amelyeknek kijut bőven ezekből a jelenségekből, ugye, és annak, akik egyáltalán nem, ugye én emlékszem arra, amikor éppen valaki azért kezdett aggódni, hogy a Badacsony az mikor fog legközelebb kitörni, nem lehetetlen a dolog, azért ugye nem kizárható, hogy ilyen. Jó, akkor ezt most szögezzük le, van, és most a Badacsony nem fog kitörni, ez tehát avval együtt, hogy szakemberként azért nem látva a jövőbe, mert nem vagyunk ezzel a tehetséggel megáldva. Nem lehet 100%-osan kijelenteni, de azért ez 100%-osan kijelentem, hogy Badacsony nem fog kitörni. Egyébként a Balaton felvidék biztonságban van. Sokféle oka van, tehát a Balaton felvidék is, erre azt mondom, hogy valószínűleg ott nem fog már vulkáni működés zajlani. Volt egy időszak, ez elkezdődött, amikor 8 millió évvel ezelőtt, és a legutolsó kitörés az 2,5 millió évvel ezelőtt történt. Azóta nem volt vulkáni működés. Hozzáteszem, hogy azért sem fog a Badacsony kidörni, mert ez egy olyan vulkáni mező, vulkáni terület, egyfajta vulkáni óvoda, ahol sok-sok piciny vulkán épült fel. Badacsony mellett ennek a vulkáni örökségét jelenti a Szentgyörgyhegy, a Hegyestű, a Haláp, a Csobánc, Gulács, tehát lehet mondani ezeket a kis gyerkőcöket. Ezek mindig egyszer működtek, és nem újul fel a vulkán. Mi azt mondjuk, hogy monogenetikus vulkánok, tehát egyszer működtek, és utána máshol fog kibukkanni a gyerek feje, máshol fog a vulkáni működés elkezdődni. Ez egy speciális vulkán, megjegyzem, Izlandon is egy kicsit hasonló a helyzet, nem teljesen ilyen, de ott is hasonló, mert ugye sokan azt gondolják, hogy vulkánkitörés ott lehet, ahol van vulkán. Ugye? Tehát, ésszerűen hangzik, de ez a tyúk és a tojás, itt azért el tudjuk mondani. Hogy lett ott ez a vulkán? Hogy a vulkán az egy termék, egy produktum, amit a vulkáni kitörés hoz létre. Az egy felszínforma, amelynek a megjelenését a vulkáni kitörés határozza meg. Nagyon-nagyon sokféle vulkán van. Van olyan, amit nem is látunk, csak gondoljunk bele, ami a hírekben sokszor előjön, hogy a nápolyi öbölben a nápolyi térség az mennyire tart egy hatalmas, nagy katasztrofikus vulkán kitöréstől, és itt nem a Vezúvról van szó, hanem a nápolyi öböl alatt fekvő vulkánról, amit nem látunk. Tehát vannak olyan vulkánok, amelyek nem felszínre emelkednek, hanem a mélyben találhatók. Tehát egy nagy-nagy mélyedést jelentenek. Ez is egy vulkánkitörés során jön létre. Tehát nagyon-nagyon sokfélék a vulkánok, és azt határozom meg, hogy hogyan jön
felszínre ez a bizonyos magma, ez a felszín alatti kőzetolvadék milyen módon jön a felszínre, és ez nagyon-nagyon sokféle lehet, és ezt a vulkanológia egyik ugye, fő célja, hogy ezt megértsük jobban, azért, hogy előre tudjuk jelezni, hogy mikor, mi, hogyan várható. De az a folyamat azért valós, hogy egy nagyon aktív bolygó volt a Föld ebből a szempontból régebben, és egyre kevésbé aktív, ha jól érzem. Vagy ez is becsap. Most. Igen, tehát ugye az időlépték az azért egy nagyon fontos dolog. A vulkáni működés a Föld életében folyamatosan jelen volt és van. Ez 4,6 milliárd évet jelent, tehát folyamatosan zajlik vulkáni kitörés. Vannak erőteljesebben jelentkező időszakok, amikor hatalmas nagy kitörések történtek. A földtörténetben tudjuk, hogy volt olyan hatalmas nagy lávaöntő kitörés, amikor a Föld élővilágának 90%-a elpusztult. Óriási nagy kihalási események is kapcsolódtak ilyen eseményekhez, de hát igazán az emberi elme, az emberi agy azt tudja átfogni, amit megélünk. Tehát a történelmi időket. A történelmi időben mi történt, és akkor persze, igen. Akkor jön a Krakatau 1883, Pompei. Akkor jön 1815 a tambura, amely alapvetően befolyásolta a világnak a menetét, és egyébként azt is tudjuk, mert most már egyre erőteljesebben vizsgáljuk ezt is, hogy az elmúlt 2000 évben, vagy kicsivel több, ha belevesszük még a Santorini kitörését is, milyen módon befolyásolta a vulkáni kitörés az emberek életét. Társadalmak estek össze, újak indultak el. Erről nagyon keveset tudunk, de egyre inkább látjuk azt, hogy a vulkán kitörés az nem csak helyben okozhat problémát, hanem globális hatású is lehet. Éghajlatra hat, ha az éghajlatra hat, a környezetre hat, ha a környezetre hat, akkor társadalmi életre hat. Tehát egyre több ilyen eseményt tárunk már föl, és azt lehet mondani, hogy a múlt feltárása segít minket abban is, hogy lássuk azt, hogy nem az a kérdés, hogy jövőben lesz-e ilyen globális kihatású vulkánkitörés, hanem az a kérdés, hogy mikor. A Covidot se tudtuk elképzelni addig, ameddig, tehát ezt a világjárványt, ameddig nem éltük meg. Társas játékoztunk, tévét néztünk, senki nem gondolta, hogy ez be fog következni. Bekövetkezett. Tehát lesz ilyen is, amikor egy globális hatású vulkánkitörés fogja befolyásolni az életünket, és nagyon-nagyon más ez a mostani társadalom, mint ami volt mondjuk 1815-ben, vagy a korábbi időszakokban, és nagyon-nagyon kiszámíthatatlan, hogy fog hatni a társadalomra. Ezt ugye... egy kicsit Izlandtól most el... Igen, hogyne, de jobb ezt behelyezni ebben egy nagy képben. De azért lássuk, hogy a vulkáni működés az azért nagyon sokrétűen befolyásolja az emberek életét. Az ember legyőzte a természetet, de itt még azért vannak tennivalóink, tehát a vulkánokra ráhatásunk az nulla jelenleg. Igen, azért tiltakozom a természet érdekében. A természet nem találja magát legyőzöttnek, tehát azért a természeti folyamatok működnek anélkül is, hogy az ember... Jó, Tatabánya környékén szokott ez eszembe jutni, amikor megyek az úton és látom azt a tájat, hogy az ember legyőzte a természetet. Oké, tehát persze, tehát különböző léptékben lehet ezt vizsgálni, és ez valahol ez az állítás igaz is, de például pont a vulkáni kitörésnél, mint ahogy el is hangzott, tehát ezt nem lehet megállítani, ugyanígy a földrengéseket sem, tehát ezek, bár földrengést tud generálni az ember, tehát igen, kössünk békét a természettel, azt gondolom, ez így kiegyeztettünk, van, amiben a természet erősebb, van, amiben az ember, de ami a lényeg, hogy ha megértjük a jobban a természetet, akkor azért mégiscsak jobb békében, barátságban élni vele, mert azért súlyosan vissza tud vágni. Igen. Ugye vannak gejzirek, amik 47 perc, 17 másodpercenként menetrendszerint kitörnek, hatalmas, csodálatos, fantasztikus órát lehet hozzájuk állítani. A vulkánoknál azért nem egészen ez a helyzet. Ott egy kicsit van egyfajta periodicitás, azt látjuk, de még nem biztos, hogy ezt így azért egészen pontosan tudjuk megjósolni, ha csak nem birkavesével, ugye, mint a gyaloggalobban, de hogy... Ja. Hát igen, tehát alapvetően
Mi vulkanológusok is, és azt gondolom, hogy én egy tudós ember vagyok, tehát a tudományos adatok, megfigyelésekből építkezem és formálok állításokat. Akár azt is, hogy hát igen, tehát a vulkánok azért annyira nem szeretik a matematikát. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az órát lehet állítani a vulkánokhoz. Valóban az Old Faithful Geyser Yellowstone-ban az egy olyan, amely hát nagyjából ezt a 40-50 perces időszakot betartja, ott a közeli fogadó épületben ott ki is van írva, hogy a legközelebbi kitörés ekkor lesz. Na most a már a geyser kitörés. Hogyne? Na most a vulkánok nem ilyenek, és bár vannak ciklusaik, és azért ez egy fontos dolog, hogy lássuk azt, hogy azért hogyan működnek. Tehát most egy kicsit Izlandra visszahajózva, ugye itt is azt lehet látni, hogy ez az Izland délnyugati térsége, amit a Reykjanes félszigetnek neveznek, ez 800 évig ez egy békés terület volt. Habár Izlandon olyan 4-5 évente van vulkánkitörés, ezen a területen nem volt 800 éve vulkánkitörés. És ez így jó volt, ez így békés volt. Ott megtelepedtek emberek, ott geotermikus erőműveket hoztak létre, egy pocsolyából létrehozták Izland legnagyobb turisztikai látványosságot, a Kék Lagunát. Zajlott az élet, klassz volt, minden volt. Igen, de elkezdődött valamikor 2019 végén egy olyan esemény sor, amely aztán pont 3 évvel ezelőtt 2021. március 18-án egy vulkánkitöréshez vezetett, és onnantól kezdve azt lehet mondani, hogy 3 év alatt de most már 7. vulkánkitörés zajlik. Ez nagyon más, mint eddig volt. És akkor az ember kérdezi, hó, most mi lesz? És azt lehet mondani, hogy hát gyerekek, emberek, hát most ahogy beszéltünk, a természet ilyen, hogy azt látjuk, hogy ilyen 800 évente nagyjából, ez 6-800-at ilyen, tehát ezek nem ilyen elvágó számok, jelentős vulkáni esemény zajlik itt a Reykjanes-félszigeten, és akkor itt azért mégiscsak jók a vulkanológusok, jók a szakemberek, tudósok, akik el tudják mondani, hogy igen, itt olyan 3500 évvel ezelőtt volt egy vulkáni szakasz, aztán volt 6-800 év szünet, nagyjából olyan 1900-2500 évvel ezelőtt megint volt egy vulkáni szakasz, megint egy szünet, és körülbelül 800 vége körül élet fel megint a vulkáni működés, 1155-1888 között, majd 1210-1240 között is volt egy masszív, aktív vulkáni működés. Akkor már ott voltak a telepesek, és egyébként azért ezt eléggé drámaian élték meg, hogy micsoda tűzviharba idézőjelbe keveredtek, és hát ugye akkor a szó volt a kereszténység felvételéről, tehát sok mindenről, de hát aztán ott itt mindenféle vulkánkitörés is volt, és ez megzavarta ezt a dolgot, mert hogy itt a helyi erők, szellemek azért jelezték, hogy haha, itt vagyunk, de a lényeg az, hogy a mi vulkanológusok azért sokszor azt gondolják, és a geológiáról is, hogy ez a múlt tudománya, a földtörténetet vizsgáljuk. Hát kérem szépen, a földtörténet most jelenleg is zajlik, a geológia szemünk előtt zajlik, és avval, hogy mi ismerjük azt, hogy ez hogy történt akár itt a közel múltban, látjuk azt, hogy igen, ilyen vannak ilyen ciklusok. Tehát most elkezdődött 3 év alatt 7 vulkánkitörés. Itt azt lehet mondani, hogy hát ez évekig, évtizedekig, erre fel kell készülni, hogy ez így fog történni, mert ezt látjuk az elmúlt vulkáni kitörési szakaszokból. Csak a helyzet egy kicsit más. Akkor még nem voltak nagyon építmények, nem volt ott nagyon sok ember. Hát most meg azért megváltozott. Egy 3600 fős települést az gyakorlatilag szétkaszabolt ez az esemény. És hát azért ott van a levegőben az a veszély, hogy a Kék Lagunát jó, eddig elkerülte, de mi lesz a következőkben? Reykjavik azért egy 50 kilométer távolságban, esetleg ott mi lesz? Hát el tudjuk mondani, hogy kérem szépen, a legutolsó kitörési szakaszban volt olyan esemény, amikor a lávafolyás abba az irányba folyt, Reykjavik mai déli részét is elöntötte. Ez nem azt jelenti, hogy biztos, hogy most is ez, de azért fel kell készülni, egyébként izlandiak fantasztikusak.
azt lehet, hogy igen, tehát ott nem ijednek meg dolgoktól, tehát az mégiscsak van bennük valamilyen történelmi... Oda mer menni, élni, az már nem... Van megdöbbentő látni azt, hogy zajlik a lávaöntő vulkán kitörés, és mellette ott egy markolóval, egy kotró gépkocsival dolgoznak. Építik a földsáncot. Tehát ez néha ugye eszembe jut, hogy ez kb. Mint az egri várvédelem. Tehát amikor jön a török, jön a láva, és akkor ott a hősvédők ott építik a falakat, húzzák föl a földsáncot, hogy megakadályozzák azt, hogy ez a fránya ellenség, a láva betörjön Grindavik településre. Tehát ez azért ez nem semmi. Ez egy fantasztikus dolog, mutatja azt, hogy igen, tehát amiről beszéltünk, legyőzhető a természet, tehát ez is egy dolog, hogy most akkor, igen, akkor ha vulkánkitörés van, akkor a láva végigmegy a településen, minden el fog pusztulni. Nem, azért valamit lehet tenni. Valamit lehet tenni, és ebben megint csak azt mondom, hogy a tudósoknak, a vulkanológusoknak nagyon szerepe, mert ők el tudják mondani, hogy mi várható, tehát hogyha ott lesz, hol lesz kitörés. Tehát ott nincs vulkán. Pontos, igen. Ugye nincs vulkán, az egy olyan nagyjából sík terep, persze azért nem teljesen sík, izlandi és sík. Ennek igen, azért van fontossága, hogy miért folyik olyan gyorsan a láva, de mégis, tehát nincs vulkán, tehát ott való felreped a felszín. Nem lehet tudni azt, hogy hol fog felrepedni. Hisz különben azért fel lehetne előre készülni azokkal a bizonyos terelőkkel, falakkal, csatornákkal, hogy ja, ott fog kitörni, és ott bevezetjük a tengerbe, azt akkor nyugi van, de hogy ez így gyakorlatilag figyelni kell, hogy mi van. Figyelni kell, előre kell gondolkodni, és igen, tehát ezek a földsáncok megépültek, és ezek eddig beváltak. Lássuk be, tehát azért, hogyha nem lentek volna ezek a földsáncok, amelyek azért 3-4-5 méter magasak, most is építik per pillanat is, miből a kifolyt láva kőzeteiből emelik, fantasztikus, tehát megdöbbentő azért ezeket látni, és ha ezek nem lettek volna, akkor ezt a Grindavik település már láva borítaná. Tehát azért ez fontos leszögezni, és ezek nem csak egyedi dolgok, tehát nem lehet azt mondani, hogy hát ez csak Izlandom. Nem, ilyen lesz máshol is. Tehát azért látjuk azt, hogy 2021-ben La Palmán ott a házak között folyt a láva, 2018 Hawaii Nagy-szigeten szintén, és vannak még ilyen területek, még drámaibb is. Új-Zélandi Auckland város az ráépült egy vulkáni mezőre. 600 éve volt az utolsó vulkánkitörés ott, és egy millióan laknak. Ez az emberiség töregtelen optimizmusát jelzi, nem? Hogy ugye ez a klasszikus a Vezúvon, a szőlőtermelés, meg minden, ez egy kicsit olyan, hogy megcsináljuk, aztán jó, hát ha jön majd, akkor elmegyünk, de most hát, megcsináljuk ezt. Igen, ez olyan dolog, hogy az ember az kezdetektől valamilyen módon vonzódik a vulkánokhoz, tehát a 2-3 millió éves lábnyomokat találunk vulkáni hamuban Afrikában, tehát ugye valahol ott a kelet-afrikai hasadékból származik, onnan ment ki olyan 70-80 ezer évvel ezelőtt a Homo sapiens, tehát ott is már valahol a vulkánokhoz vonzódott, és ez végig valahol ez érződik. Tehát most, amikor azt mondjuk, hogy körülbelül 800 millió ember van vulkáni veszélyben, ez a föld lakosságnak 10%-a, akkor ez azért is van, mert az emberek azok szeretnek vulkán közelbe lakni, és ez egy béna dolog, mert sokan azt gondolják, hogy jaj, de hülyék, miért mész te oda, miért laksz te ott? Hát ez nem teljesen így van. Indonéziában, ahol élnek, vagy nem tudom, azt hiszem több mint 100 millióan. 180, 200. Már 200, miközben ezt kimondjuk. Tehát ott van vagy 150 vulkán. Tehát, és miért jók a vulkánok? Azért, mert ott sokkal nagyobb a terméshozam, tehát ezt a sok embert el lehet látni, mert a vulkáni talaj, a vulkáni területen képződő talaj az sokkal jobb. Tehát ez nem véletlen, és ez nem olyan, hogy miért mennek oda, és miért laknak. Hát kérem, azért, mert ott van a szülőhelyük. Tehát ezt magyarázza valaki el egy ceglidinek is, hogy miért hagyja el ceglidet. Mert ott lakott nagyapám, dédapám, miért, meg mit miért voltam én Miskolcon. Itt vannak, tehát ezek így mennek. Nehéz azt mondani, hogy hibáztassuk az embereket. Nem ez határozza meg az embernek a bolygó felülete az állandó, tehát nem tágul a földnek, semmilyen nincs. És a népesség nő. És igazán nem a vulkánok vannak rossz helyen, hanem egyre
egyre inkább közelednek az emberek a veszélyesebb területekhez. Hát a Vezúv on is most már nagyon fölmentek, sőt, nem, ugye a Vezúv az most már 80 éve alszik Etna, ugye, amely tegnap egy picit ott mocorgott, de Etna is olyan, hogy ugye egy aktív vulkán, de mennek föl az emberek, egyre inkább a településekkel új házak, milyen jó a látkép, innen, stb. De igazán kevéssé gondolnak arra, hogy az Etna az nem csak a csúcson tud kitörni, hanem az oldala is fel tud hasadni. Melyik volt az óriási kitörés, azt hiszem az Egyesült Államok valahol, amikor pontosan, hogy várták, hogy a krátárnél lesz a kitörés, és egyszer csak egy oldalág elindult, igen. És emiatt volt ott elég sok ember ott. Igen, ez 1980 május ában volt, amikor a május 18-ig, amikor a Mount St. Helens vulkán Washington államban kitört. Megjegyzem, ha már a mateknál járunk. Volt két amerikai vulkanológus, aki már 1978, tehát 70-es években már leírta azt, hogy hát a Mount St. Helens az kitörhet. Hát abban az időben a Mount St. Helens az egy gyönyörű, szép, szabályos kupolakú vulkán volt, egy turisztikai, rekreációs terület, tehát az emberek imádták, stb. De ez a két jó ember, az kimutatta azt, hogy hát, hogyan visszanézett a múltba, megnézte, hogy a Mount St. Helensnek hogyan voltak a vulkánkitörései, és ez alapján jelezte előre, hogy hát most már nem kizárt, hogy az évszázad vége előtt ki fog törni ez a vulkán. És erről írtak tanulmányokat, megnéztem, kifejezetten arról szólt, hogy ezt az időbeliséget rakták össze, hogy van esély. Ennyit lehet mondani, de hát az előrejelzés nem predikció, tehát nem az, hogy megjósolom, hogy mikor lesz, hanem előrejelzés az valószínűségi mutatókkal azt tudja mondani, és ők is azt mondták, hogy az évszázad előtt ez a vulkán kitörhet. És aztán úgy hozta a sors, hogy aztán ez valóban eszkalálódott, és 1980-ban ez bekövetkezett, ráadásul olyan módon, ami ott megdöbbentette az akkori társadalmat is. Az amerikaiak nem gondolták, hogy az ő területükön vulkánkitörés, az ott Hawaii-n, ott meg Alaszka, messze, ott igen. És aztán egyszer csak kitört amerikai kormány is, azt mondta, úristen, és akkor 20-szorosára emelte a vulkanológiai kutatásoknak a költségvetési támogatását. Tehát ezek ilyen utólagos felismerések, hogy lehet ezeknek igazuk volt. Addig, ameddig mondta ez a két jó ember, addig nem nagyon hittek nekik. Mit mondtál, ott a hely, semmit nem csinál, akkor miért törne ki? De hát a helyzet azért más, és ezért azt gondolom, hogy a tudománynak a szerepe az egyre nagyobb, csak hát ezt észre is kéne venni, és a tudomány az békeidőben tud előre haladni. Tehát magyarán ez azt jelenti, hogy a kutatások, azok, amelyek előre tudják hozni azokat az ismereteket, mint például ugye ez a két amerikai vulkanológus, hogy jelezte azt, hogy hát ez a hegy, ez ebből valami lehet, mert hogy az ő kutatásik ebbe az irányba vitték az értelmezést. És számos ilyen helyzet van, amikor éles a helyzet, mint most Izlandon, akkor azt a vulkanológiai tudást kell nekünk betenni, hogy előrejelzzük, hogy mi történik. És itt most valóban, hát október vége óta folyamatosan zajlik egy lehet azt is mondani, hogy egyfajta pszichológiai dráma is, hiszen most egy olyan területen zajlik a vulkánkitörés, ahol azért vannak értékek, nem csak Grindavík település, de mellette ugye a Kék Laguna, mellette egy geotermikus erőmű, ami több mint 30 ezer embert lát el energiával, melegvízzel. Tehát azért most nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mi történik, nem beszélve arról, hogy azért ezek még mindig nem olyan nagy vulkánkitörések, ahhoz képest, amit látunk, hogy 1210-1240 között, azért volt ennél sokkal nagyobb lávaöntő kitörés is. Ugye a kérdés az egy picit, hogy a tényleg külső szemlélőként vagy ilyen, aki csak félfülre hallgatott oda a vulkanológiai hírekre, de hogy azt gondolja az ember, hogy ez nagyjából úgy működik, mint egy kelés, gyűlik, 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 gyűlik benne a magma,
kitör, kiürül, és akkor nyugi van, haza lehet menni, vége van, pihen. De azért ez ennél sokkal bonyolultabb, viszont ha bonyolultabb, akkor pedig arra gondol az ember másodrészben, hogy hát azért már hihetetlen, 2024 van, hát már nem is tudom, már nagyon már a Holdon is baromi rég jártunk, hogy hát akkor biztos megvannak a műszereink, amiket mint a beleengedünk ott a repedésekbe, meg hallgatózunk, meg lenézünk, meg minden, és akkor azért nagyjából látjuk, hogy mi merre megy, hol fog, mi fog történni, de ez azért nem egészen így van. Hát messze nem így van. Avval együtt, hogy azt el tudom mondani, hogy rengeteget fejlődött a vulkáni monitorozás, vulkáni veszély előrejelzés, és itt megint csak arra tudok utalni, hogy az izlandi vulkanológusok nagyon jól látták előre, hogy körülbelül mi a történet, de ők is meglepődtek azon, hogy a mostani kitörés, ami március 16-án indult, és most már vagy 11. napja folyamatosan tart, ez meglepő volt, hogy ez most ilyen, mert az előző három az egynapos volt. És akkor most hirtelen elindult valami, és hölgyek, uráját, ki kell jelenteni. Hát ez meglepő. És ebben nincs meglepő abból a szempontból, hogy na, akkor a hülye tudósok is meglepődte. Nem. A Föld az ilyen, hogy azért egy bonyolult rendszer, és még egyszer az, hogy mi fog történni, gondoljunk csak bele az időjárásba. Ugye? Most lehetne mondani milyen különböző példákat, hogy az időjárás előrejelzés esetében is sokszor nem lehet megmondani nagyon előre, hogy mi fog történni. Ráadásul ott is az embereket nem az érdekli, hogy Nyugat-Magyarországon esni fog az eső. Á, nem, hanem az, hogy ahol én vagyok, mondjuk mit tudom én, Sopronba vagy Szombathelyen, ott abban az időben délkor, amikor éppen megyek ki, akkor ott fog-e esni az eső, lesz-e vihar, vagy ha nem akarok nagyon elmenni, van egy jeles valamilyen rendezvény, akkor azt fogja-e valamilyen módon befolyásolni az időjárás, tud mondani, vagy nem. A tudomány. Esélyeket tud mondani, de az esélyeket megfogalmazni, az egy olyan dolog, hogy minél távolabb vagyunk az eseménytől, annál nehezebb, és annál a valószínűség... Hát nyilván annál pontatlanabb, minden A vulkánkitörés esetében ugye arról van szó, hogy ott nem látjuk a felhőket, meg sötét, minden felszín az zajlódik, tehát minden felszín alatt történik. Ugye a lényeg az, hogy a magma az elindul-e fölfele. Na most ez nem olyan, hogy megnyílik a Föld, és a magma az jön fel, mint a boros hordóba, tehát mint a lopótökbe kijön. De ez nem így megy. A magmának fel kell törni a szilárd kőzettestet. Ahhoz kell egy nyomás, ahhoz kell egy erő, nincs benne semmiféle duracellelem, tehát a maga fizikai tulajdonságától egész konkrétan a felhajtó erő mi adja föl neki ezt a nyomást? Tehát mitől a nyilván a részben a kontinensek vándorlása, ugye, de hogy azért alapvetően közelebbi kisebb erőt is van. Nagy léptékben el lehet mondani, hogy a lemeztetnék a sok minden meg, de hogyha most egy ilyen partikulális, egy egyedi helyzet, például most vezetjük az izlandi helyzetet, ugye ami érdekes az, hogy a Kék Laguna térségében észlelték azt gyakorlatilag október vége óta, hogy emelkedik a földfelszín. Tehát most már október vége óta több mint fél méterrel emelkedett a földfelszín ott. Miért? Hát azért, mert a magma az nyomul fölfele. Miért nyomul a fölfele? Egyszerű fizika, és leegyszerűsítem oda, azért tud feljönni a magma, mert a sűrűsége kisebb, mint a környezeté. Tehát ez a felhajtó erő ebből származik. Tehát semmi már, tehát miért jön fel a magma? Miért nem csorog le a magma, mondhatnák. Tehát ez a magma azért jön föl a felszínre, mert a sűrűsége kisebb, és ezért egy iszonyatos felhajtó erő hat rá. Gondoljunk bele abba, hogy fél métert meg tudja emelni a felszínt. Ez sok minden kell, át kell fűtenie a kőzeteket is, mert ameddig még nincs, addig a kőzetek csak törnek. Ezért volt az, hogy október végén naponta 500-600 földrengés pattant ki, mert addig még csak törte a kőzetet. De hogy felfűtötte a kőzettestet, onnantól kezdve már nyomni tudja, mert már rugalmasan reagál a kőzet, tehát a rugalmasan történik az alakváltozás, akkor már tud emelni. És több mint fél métert
emelt a földfelszínen. Ez nagyon, akik ott laknak, ott pancsolnak, nem veszik észre, de hát fél méterre magasabban annak a korája. Tehát ez sok. Ebből ki lehet számítani azt is, hogy mennyi magma türemszik fölfele. Egyébként most egy kicsit, ha maradunk Izlandon, de középtára megyünk, ott van az Askja vulkán. Az a 2021-től kezdően már 70 centit, tehát bőven több, mint fél métert emelkedett, és most megint elkezdett emelkedni. Na most az Askja az egy egészen más vulkán, mint itt a Reykjanes félszigeten zajló vulkáni működés. Az Askja utolsójára 1961-ben tört ki, nem sokkal születésnapom előtt. Azt megelőzően viszont 1875-ben volt egy marha nagy robbanásos kitörése, akkora, hogy a vulkáni hamuanyaga itt Közép-Európában is hullott. Tehát ez meg lehet találni itt tavi üledékekben. Tehát az egy nagyon nagy kitörés volt. És igazán azt lehet mondani, hogy azért ott vannak az izlandi nagyágyuk, azok a vulkánok, amelyek bármikor hatalmas nagy robbanással kitörhetek, nagyobb, mint a 2010-es Eyjafjallajökull kitörés. Pedig a az is Hekla, brutális. A Katla, a Grímsvötn, csupa szép név, és az Askja, ott várnak, hogy mikor rengethetik meg a világot. Ezek a következő, azt gondolom, hogy a következő évtizedben valamelyik nagyot nagy ilyen esetben szólni. Amikor azt látjuk, hogy fél métert emelkedik a felszín, előfordulhat, hogy elfogy a lendület, kihűl a magma, és megáll ezen a szinten, anélkül, hogy valahol felpattanna a borék? Van ilyen is, tehát azt kell látni, hogy az, hogy a magma a földkerekben van, ez egy normális dolog ezzel. Nekem is vannak gondjaim, amikor azt mondom, hogy egy szunyadó vulkán alatt én a jelek, a megfigyelések, mérések, adatok alapján úgy tudom értelmezni, hogy van magma. És akkor sokan azt gondolják, hú, akkor itt mindjárt vulkánkitörés lett. Nem, ez normális dolog, hogy a földkerekben van magma, és aztán amikor akkor kezdődnek a úgymond a problémák, amikor jön egy friss magma megnyomulás, tehát elkezd növekedni, és elkezd felfele nyomulni, és ez egy jelentős nyomóerőt fejt ki. Ez földrengéseket fog generálni, ez felszínemelkedést fog okozni, és akkor abból lehet valami. Nem biztos. Hát október végén kezdődött itt is ez az eseménysor, és decemberben volt az első vulkánkitörés. A Santorinin volt, amelynek ugye ismerjük a történetét, de ott is volt a 2010-11-es években, amikor egy jelentősebb felszínemelkedést tapasztaltak, aztán leállt. Nem biztos, hogy a magma ki tud jönni. Tehát arról beszéltem, hogy a magma az a felszínre jön, de ez nem normális dolog. Tehát azért a magmának önmagában azért nagyobb a sűrűsége, mint a földkéregnek a kőzetének a sűrűsége, vagy azért, mert a hőmérséklete lesz nagyobb, vagy azért, és nagyon fontos, hogy jön, hogy a benne lévő oldott illók, gázok, tehát a széndioxid, víz, az elkezd kiválni, buborékosodni, tehát mint amikor a pezsgőt kinyitjuk, vagy egy sörös palackot kinyitjuk, vagy a kékszínű ásványvizet kinyitjuk, és látjuk azt, hogy gázbuborékok vannak benne. Ugyanez van a magmával is, hogyha egy kicsit a nyomás csökken, vagy pedig elkezd kristályosodni, megjelennek ezek a gázbuborékok, és azok óriási nyomást fejtenek ki. És ez lehet az a dolog, ami arra készíteti a magmát, hogy akkor mégiscsak felszínre próbáljon törni, legyőzi ez a felhajtó erő a fölötte lévő kőzettestek szakítószilárdságot, és akkor és hogy ugye maga a magma sem teljesen homogén, a kőzet főleg nem, ezért, hogy hol fog pontosan kijönni, azt gyakorlatilag lehetetlen megmondani ilyenkor. Nagyon sok ezt nem lehet megmondani, különösen ilyen területeken, mint a Reykjanes-félsziget. De az Etnát is mondhatom, amit előbb felhoztam, hogy az Etnának most alapvetően a csúcsi kráterekben zajlik a vulkánkitörés, de tudjuk a elmúlt évtizedeket végignézve, hogy többször az oldala hasadt fel. Mert ilyen ennek a vulkánnak a természete, és a magma az nem csak a kürtő csatornán keresztül tud kijutni, hanem a vulkán oldalát is fel tudja hasítani, egy hosszú hasadék, hasonló, mint amit a Reykjanes-szigeten is történt, nyílik fel, akár 1-2 kilométer hosszan is, és azok már nagyon közel vannak a településekhez. Tehát ez nem egy triviális dolog,
vannak olyan vulkánok, amelyek úgy viselkednek, hogy jó, ott mindig a csúcson zajlik az esemény, de több, ezért kell megismerni minden vulkán, mert mindegyik egy kicsit önálló személyiségű, hogy működik, hogy történik, ez vissza kell menni a múltba, a kőzeteket kell vizsgálni. A kőzetek elmondják azt is, hogy miért jött a magma a felszínre. A kőzetek a tanuk, tehát a kőzetekből mi ki tudjuk olvasni, hogy mi történik, és egy fizikailag tulajdonképpen kitörésre alkalmatlan magma miért is jön végül a felszínre. A kőzetekben ott van ott vannak azok a kristályok, amelyek az elemzésével mi ezt ki tudjuk mutatni. Nem véletlen az sem, hogy most, amikor ment ez a vulkánkitörés, rögtön szaladtak a izlandi egyetem vulkanológusai, és vettek láva mintát. Ez nem egy olyan hősködés, hogy oda megyek, és kihalászok belőle egy olvadt cafatot, és bele a vödörbe. Szuvenír. Marha jól néz ki, de ennek a tudományos pontossága óriási, és nem csak azért, hogy most mi a kémia összetéte, bozalt, de a elemek koncentrációjából mi meg tudjuk mondani, hogy ez a magma onnan származik, és egyáltalán miért olvat meg a földköpeny kőzete, mert azért ezt is el kell mondani, hogy nem arról van szó, hogy a földkéreg alatt magma óceán van, nem, a magmának keletkeznie kell, a földköpeny az szilárd halmazállapotú, a földkéreg is, tehát valahol meg kell olvadnia. Egy ilyen kép, még emlékszem általános iskolából, hogy igen, hogy ott van, ott az a magmában úsznak ugye a mi kis kontinenseink. De van egy ilyen, tudom, hogy nem igaz igen, a kép, de hogy ez még ott van a fejemben. Igen, még most is ott van a földrajzkönyvben, sajnálom, de a földköpeny a szilárd halmazállapotú, a tudomány ezt megállapította, tessék elhinni, és tessék átírni ezt a földrajzkönyvekbe is, mert fontos, hogy ezt tudjuk, mert a magmának keletkeznie kell, meg kell olvadni ennek a földköpeny kőzetanyagnak, és ez az, ami aztán felszíre tör, és ott sok-sok változáson keresztül esik, igen, a magma az nem csak olvadék, nem csak folyékony anyag, hanem abban vannak kristályok, van oldott illók, amelyek adott esetben kiválnak és buborékosodnak, tehát ez egy komplex rendszer, és tessék az, hogy tehát mindez felszín alatt zajlik. Senki nem volt ott, és nem láthatja. Volt, amikor megfúrtak magmát, de hát az okozott is problémát pont Izlandon. Nem könnyű feladat ez a magmafúrás? Igen, ez nem olyan. Hát ez most egy izgalmas dolog, most is zajlik egy olyan projekt, amely arról szól, hogy vajon tehát ha megfújjuk a magmatározónak a felső részét, akkor abból, hát mit akarunk, hát nem kisegeret, hanem geotermikus energiát. Igen. Tehát zajlik most is egy ilyen gondolkodás, hogy hogyan lehet energiát kiszedni egy ilyen helyzetből, és valóban amikor 1975-84-ben Izland északi részén a Krafla területen zajlott egy vulkánkitörés, ott végeztek egy fúrást, megdöbbent az izlandiak, őrültek. Tehát zajlik egy vulkánkitörés, és ott lefúrtak, és hát belefúrtak a magmatározó, be is robbant. Mert hogy igazából egy ilyen, mikor látjuk, hogy 50 centit megemelkedett a föld felszín, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát ahol megfúrjuk, akkor mi döntjük el, hogy hol törjön a felszínre gyakorlatilag. Hát, nem. Tehát ez nem, hát így, nem így megy. Értem. Hozzáteszem egyébként, csak hogy lássuk az egész történetek a komplexitását, hogy bár a Kék Laguna területe emelkedik, de nem ott tör ki a vulkán, hanem mellette néhány kilométerrel keletre, mert ott van egy olyan hasadék zóna, mert gondolkozzunk egy kicsit a magma fejével, ugye? Uh-huh. Tehát a magma az próbál feljönni, és azt mondja, még itt van 3-5 kilométer, amit nekem fel kell törni, tehát ezt nem fogok tenni. De aztán tapasztalja, hogy ott egy kicsit keleti irányba, ott van egy olyan zóna, ahol gyengébek a kőzetek. Hát azt mondja, hogy akkor én inkább elmegyek arra, és inkább oda nyomulok, magyarán, ott jobban fel tudja törni a kőzettestet, és ezért kelet irányba elcsatárnázódik, és ott tör fel. Tehát egy nagyon fontos dolog. Már tudjuk. Ez fontos dolog, hogy nem ott zajlik a vulkánkitörés, ahol emelkedik a felszín. Ez sem egy olyan triviális az embernek, hogy miért nem ott tör ki. Hát azért, mert ott a kőzetek ellenállnak. Viszont az a zóna, amit Sunukur hasadékzónának neveznek, az 2000 évvel ezelőtt is ugyanilyen módon működött, és ott gyengébek a kőzetestek, tehát a magma könnyebben talál utat abba az irányba, oldalirányba, és ott tudja felrepeszteni jobban a felszínt. Tehát csak ez egy érzékeltettem azt, hogy ezek, az irányítására ezek, sok esélyünk nincs. Nem egy triviális dolog, hogy
hol lesz adott esetben vulkánkitörés, és nem mindig ott, ahol a jelek alapján várnák. És egy sima fúrással előidézni, nem tudjuk, hogy nem, megkönnyíteni, vagy irányítani. Nem, és azért alapvetően veszélyes is. Tehát nyilvánvalóan azok, akik most ezen dolgoznak, és szakemberek, sok vulkanológus is benne van ebben a projektben, nyilván azért ez egy nagyon józan projekt, de azért ott van az a dolog, hogy egyrészt tehát nem tudunk nagyon-nagyon mélyre lefúrni, tehát ott a Kéklaguna alatt olyan 3-5 kilométer mélyen van ez a magma tározó. Uh-huh. Oda azért lefúrni azért az nem, tehát meg lehet tenni, de azért ez egy nagy technikai felkészültség. A Vostoktól jut az eszembe, igen. De azért ott, amikor a Kraflán zajlott ez a vulkánkitörés, azért ott nem kellett olyan mélyre lefúrni, mert ott a magma közelebb volt, és hát akkor ott igen, be is robbant. Tehát azért, a berobbanás alatt konkrét robbanást értünk. Tehát, igen, hogy... mi történik? Tehát gondoljunk bele, ott van egy pezsgős üveg, egy kicsit megrázzuk, és mondjuk befúrnánk, jönne ki a lév, meg a gáz, meg minden. Tehát ugye nyomás alatt van. Mm-hmm. Ugye? Tehát mint a palackban a sör, a pezsgő, az is nyomás alatt van, és amikor leszedjük a kupakot, kiveszük a kupakot, akkor ugye látjuk, hogy egy kicsit fel is habozva, hogy van egy adott esetben a forma egy legjobb szakasz, amikor a spriceik egymást, akkor is azt csinálják fizikailag, mint amit a magma is sokszor csinál, hogy a nagy nyomásból hirtelen lecsökkentik a nyomást, és épp ezért csábító, mert hogy valóban irtózatos energia, amit persze, hogy szeretne hasznosítani az emberiség, hisz ha belegondolunk, azért hát egy ilyen közepes méretű, egyszerű vulkánnal azért hát elég jól el lehetne látni egy irtózatos területet. Hát Izland ebből él, tehát ott a geotermikus energia az, amiből... Hát ennek a perifériájából él pontosabban. Hát igen, tehát ugye ott a Kéklaguna mellett is a Schwarzengi geotermikus erőmű, ugye ott is hát... nagyon magas a hőmérséklet a földkéregben, Izlandon, tehát ugye ennek megvan az oka, hogy miért, és ez azt jelenti, hogy a lecsurgó vízek, a tengervíz, tehát ott felmelegszik, és nem csak felmelegszik, felgőzölög, és ez az, amit tudnak hasznosítani, tehát ugye a térségünk is, tehát a Kárpát-medence is azért egy nagyon jó potenciálra rendelkezik geotermikus energiából, nem olyan mint Izland, de azért nem rossz, sokkal jobb, mint más helyeken. Tehát a föld, úgynevezett a föld hőjét szokták így mondani, tehát ezt ki lehet aknázni, és azért Izlandon elmegyünk akárhol egy Isten által mögötti kempingbe is van meleg víz. Mert ott mindenhol ugye ez jön, tehát azért egy nagyon más terület, és ezt ki is használják, és ezt élvezik is, tehát azért ezt hasznosítják. Igen, tulajdonképpen egy hűtött ország lehetne, hogyha hát, ugye ez minden, és támafák nőnek, hogy ez talán egy kicsit a távol. Igen, tehát ugye mégiscsak Iceland, tehát azért ugye, ott a évnak egy jelentős részében azért a jég az úr, tehát azért most is nem cudar idő van ott, és sokszor az elmúlt napokban is hóesés volt, és... Bár hozzátenném, a Reykjavikba látogató barátaim, azok meglepő olyan videókat közöltek, hogy szeptember végén egy koncert, szabadtéri koncerten vannak, ahol szemerkél az eső, mondták, hogy azért ilyet se láttak még, tehát hogy nagyon furcsa, hogy a klímaváltozás hatásai azok ilyen érdekes módon azért odaérnek, hogy ilyen egészen váratlan fordulatok, azért szeptember vége ott már azért elég kemény szokott lenni. Igen, és nagyon-nagyon változó, tehát igazán rettentő nehéz ott kiszámítani azt, hogy mikor van szép idő, tehát én is voltam ott esőbe, viharba, aztán néhány nappal később gyönyörű szépen kisütött a nap, tehát az egy kemény hely, ott az időjárás is nagyon gyorsan változik, nagyon cudar tud lenni, nagyon sokszor elmondják az izlandiak is, különösen a turistáknak, mert turisták ugye jönnek Európába, Amerikába, stb. Bejöttünk itt a szigetre, és nagyon-nagyon nem ismerik, hogy hogyan működik Izland, milyenek az időjárás viszonyok, milyenek az útviszonyok, és ezt nagyon tudni kell
ha valaki oda megy. Másik kedves barátom, ő helyi lakosként szokott túrákat csinálni, de ott is azért gyakorta találkozik ezekkel a őrökkel, vadőrökkel, nem tudom, mikor mondják, hogy nem. Tehát, hogy ide nem mehetnek az izlandiak sem, mert hogy pedig aztán nem. Nagyon profi, nagyon megtervezetten, pontosan tudja, hogy mit akar, de rengeteg olyan terület van, ahova nem lehet egyszer bemenni. És vannak olyan, tehát van például ott egy tengerpart déli részén a Höfn mellett, ami gyönyörű szép, hosszú, fekete, homokos tengerpart. Ez a Santorini és, hangulat akkor. És sziklákkal minden, aha, gyönyörű szép, és ott óriási a veszély, mert a hullámok azok olykor hirtelen úgy jönnek, hogy akár ott el tudja mosni az ott tébláboló embereket, és ebből halálesetek is származtak. Az emberek nem felkészültek arra a veszélyre, amelyek adott esetben be tudnak következni. Tehát sok-sok ilyen dolog van, amit tudni kell. És hát egyébként most a vulkánkitörés kapcsán is ugye sokan kérdezték tőlem, hogy miért nem lehet oda menni, meg minden. Tehát ez nem olyan. Tehát a 2021-es vulkánkitöréshez, hát az egy turista látványosság volt, rengeteg, több százezren zarándokoltak el oda, tényleg fantasztikus volt, mert az egy kis dimbes, dombos, békés területen zajlott, de ez most nagyon nem ott zajlik, az utak le vannak zárva, ugye most már másodszorra öntötte el a láva azt az autóutat, amely Kéklagudába visz. De ami a fantasztikus, hogy néhány nap alatt a forró láván már egy új utat csináltak. Uh-huh. Igen, láttam a fotókat, az megdöbbentő. Elképesztő. Az megdöbbentő, elképesztő. Első fotó nincs láva folyam, második rajta van az út. Egészen ijesztő. Hát ez ugyanúgy, mint ahogy a friss lávából építik azt a sáncot, amely a lávától hivatott megvédeni a települést. Tehát, egy darabig, elképesztő. Éppen azt olvastam valahol, hogy egy darabig lehet ezzel a fölsánccal játszani, most már valami bányába folyt be, és ott azt tölti föl éppen, de hogy ennek megvannak a határai azért idővel. Hát a helyzet az, hogy a török még jön, tehát ugye a EGRI képpel egyszer már megszínesítettem ezt a dolgot, tehát a láva az azért továbbra is folyik. És igazán azt látjuk, hogy ugye három kürtő is aktív még, és a láva az déli irányba folyik, de valahol a lávamező az nem gyarapszik, tehát nem halad előre, de ennek az oka az részben az, hogy a láva az a belül folyik, a láva egykör láva belsejében, az növeli, magasítja a láva folyást, ezért is csinálják a földsáncot, és ez egy óriási erőt képvisel megint csak, és olykor elő tud belőle törni egy lávanyelv, ez történt hétvégén is, amikor ott azt a kőfejtőt, ahonnan hozták az anyagot a földsánchoz is, azt a nagy gödört, azt a pillanatok alatt a láva kitöltötte, és most is megvan az a veszély, hogy innen bármikor tovább előre tud törni, és hát a felszínviszonyok olyanok, hogy déli irányba fog folyni, és hát az egy jó kérdés, hogy ez a földsánc, amely eddig nagyon jól működött, és mondom, akkor is építik, amikor a láva jön, az emberek, az meddig tudja megvédeni a települést, ahol egyébként nem lakik most senki, tehát ki van telepítve, de mégiscsak ott vannak házak, persze, ott sok persze, minden, persze. És még az emberek reménykednek is, hogy vissza tudnak költözni. Sok magyar is lakott ott azon a településen, akik kölcsönt vettek fel, hogy ott kialakítsanak egy kis házat. Mert hogy azért Izland gyönyörű, de nem olcsó hely. Elment egy óra. Úristen. Úgy elpörgött egy óra, hogy és közben rendkívül élveztem, Harangi. Szabolcsal beszélgettünk, sok mindenről, de minden kapcsolódott legalábbis a vulkanikus tevékenységhez, az ELTE Földrajz és Földtudomány Intézet igazgatójával, a vulkanológiai kutatócsoportjának vezetőjével. Most mennek vissza valamikor Izlandra? Mostanában van terve, hogy azért most, ez most elég érdekes, ami az elég érdekes, de szakmai utat most nem tervezünk, de folyamatosan értékeljük a helyzetet, és számolunk be a tűzhányoglogon is. Köszönöm szépen, hogy megszállt ezt az órát. Viszontlátásra!